Ez a testvérek mielőtt egy következő éneket meghallgatnám, a Bodgárdi gyülekezetünk egyik testvér tagját kérnénk meg, egy személyes hangú bizonyság tételre. Tamás János testvérünket kérem, hogy hátra tudja ezt mikrofonat. És ha kérdezzük meg egy kicsit ilyen interjú ízű módon, hogy mikor, hogyan talált fejára a megváltó Krisztus, benne Isten mentő szeretete, miért volt erre nagy szüksége annak idején, és mit jelentett az a változás az életében, hogy a Jézus Krisztus való találkozáshoz. Vagy kézbe lehet azt tenni, hogy legyen hallgató. Közel 10 éve talált meg engem az értetetlen kegyelem, aki Jézus Krisztus itt a Bulgária telepen. Miután egy konfirmálásra voltam meghívva, hát nagyon meglepett az, hogy lehet így is prédikálni, mert hallottam prédikációt sokat doktorottól, hívdoktorottól a teológián, de itt valami egészen mást kaptam. Utána körülbelül 3 hónapra rá láttam az utcánkban, hogy emberek mennek a templom felé, persze látszott, hogy fel van költözve templomi ruhában, és egy szomszédtól kérdem, hogy hol van ezek. Persze valami idegen lelkész végül, nem tudja, hogy kicsoda, és fogtam magam, elmentem. Hát a Józsi testvér éppen Zákeus prédikálta, és a végére rámentem arra, hogy tulajdonképpen ez a Zákeus énnek az, aki úgy szeretett volna találkozni Jézussal, az a mással, azzal a többlettel, azzal a valakivel, aki az életet helyre tudná hozni, hiszen akkor teljesen a mélységben voltam. És úgy, ahogy Zákeus volt a történetben, megszorított az Úr, azt mondta, hogy szállj alá hamar, mert neked az én házamban, neked a te házamban kell megszállni. És tulajdonképpen akkor történt az, bár egy jó ideig még meg tudtam bújni, de ez a kegyelem nem érkezett el. És ennek már 10 éve. Ezért ma, ha valaki úgy van itt, hogy beteg, azt tudja meg, hogy van gyógyulás. Vagy valaki úgy van itt, hogy az élet leterhelte, tudja meg, hogy van szabadulás. És ha valaki úgy van itt, hogy éppen csődbe ment, vagy válságban van, tudja meg, hogy Jézus Krisztusban van lehetőség az újrakezdésre. És szeretném elmondani azt, hogy nincs olyan, a világűrességben nincs olyan mélység, ahol Jézus ne tudna utána jönni. Utána oda jött le, és ma itt lehetőséget van kiáltani. És a kiáltani fog Jézus Krisztus ott abban a mélységben meg fog találni. Vagy ha éppen úgy gondolt, hogy nagyon boldog vagy, mondjuk a fiatal, Isten élt. Akkor tudd meg, hogy Isten utána fog oda a magasságban és a boldogság csúcsára nyúlni, és le fogok elmenni. Mert ha elvártad a boldogságot, ami Istenhez kötött téged, ne tudsz boldog lenni, csak ideig esetleg. És ma mindenkit hívok, hogy jöjjön a kereszthez. És azt szeretném mondani, hogy ugye az este hallottuk abban a bizonyságtételben, nem kell 30 kérdőleket gyalogolni, hanem kézmutásének, mire itt van ma a megoldás. Ugye a Pál apostol a Róma 10-ben mondja, és nagyon egyszerű az a megoldás, nagyon egyszerű a szabadulás, nagyon egyszerű a megváltás. Azt mondja a Róma 10-ben Pál apostol, hogy ha nyelveddel vallást teszel a Krisztus Jézusról, szívedben pedig hiszed, hogy Isten feltámasztotta, mint a halálból,
Nem tudom, hogy hajlom, komplikált ez. A kérdés csak az, hogy akarsz elnézni. Ha akarsz, akkor itt a lehetőség. Gyere, köszönöm szépen!